Köszöntöm Önök, egy jó estét kívánok! Ez a nyár első Kéklámpások a köztérben című műsora. Tartsanak velünk! A nyári időszakban nem csak a vízparton nő meg a forgalom, és nem csak az autós forgalom, hanem a kerékpáros, illetve a motoros forgalom is. Az óvatosság ebben az esetben sem árt. Ahogy a szép idő megérkezett, ellepték az utakat a motorosok és a biciklisek, ami fokozott kockázat nem csak nekik, de az autósoknak is. A KRESZ szabályokat a két kerékkel közlekedőknek is ugyanúgy be kell tartani, mint az autósoknak és a gyalogosoknak. Ez a nő szabályosan kell át a zebrán, ám mint mondja, sokan nem így tesznek. Most kezdtem el, az az igazság, én busszal járok Marózára, de most már én is szeretnék majd biciklizni, úgy jobban. És tényleg valóban azt figyeltem meg, hogy nagyon sok bicajos nem száll le a zebránál, meg a gyerekeket is úgy viszik át, szóval ez nem jó. És az autósok mennyire figyelnek oda? Ahol nincsen ugye lámpa, ott nem igazán állnak, meg ott eléggé zűrös a dolog, főleg ilyen olyan helyen, ahol ugye, hogy mondjam, hogy nincsen ilyen átjáró lámpa a gyalogosoknak. Azt figyeltem, hogy vagy megáll, ott nagyon figyelni kell tényleg a kerékpárosoknak is, meg a gyalogosoknak is. Egy másik biciklis azt mondja, még soha nem balesetezett, mert tudatosan, körültekintően közlekedik. 40 évig sofőr voltam, én tudom, hogy hogyan kell menni, és kész. És mi a vélemény egyébként a többiekről? Az autósok mennyire figyelnek oda? Hát figyelnek, mindenkinek figyelni kell. Én úgy érzem, hogy én figyelek, ők is figyelnek rám. 2017-ben a személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek okozóiként a kerékpárosok a második helyen álltak. Ezt már Mayer László, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának kiemelt főelőadója mondja. Éppen ezért nagyon fontos, hogy már gyermekkorban elkezdjék a szülők a közlekedési szabályok tanítását. Hogyha a gyerekeknek elmagyarázzuk, hogy mik a szabályok, és példamutatóan a szülők is ezeket a szabályokat betartják, és lehet, hogy akkor, hogyha úgy van, hogy várni kell 5-6-8 másodpercet egy-egy kereszteződésbe, vagy leszállni a kijelölt gyalogos átkelő helyen, ugye, ami eleve kötelező, akkor nagyon sok balesetet meg tudnak előzni odafigyeléssel, szabálykövetéssel és az önkéntes jogszabálykövetéssel. Most beszéltünk arról, hogy ők a második leggyakoribb baleset okozók, de mennyire vannak egyébként a biciklisek veszélyben? Kerékpárosok, hogyha úgy vesszük a közlekedésben, pláne a mai közlekedésben, amikor a gépjárművek néha elárasztják különösen csúcsforgalom az utakat, valóban elég veszélyes helyzetek tudnak kialakulni. Ezért én mindig azt szoktam mondani, hogyha ilyen van, a kerékpárosok megkérdezik, hogy akkor hol menjünk. Én azt mondom, hogy meg kell tervezni az utat. Mindig találunk olyan kisforgalmú utat. Lehet, hogy többet kell kerékpározni pár kilométerrel, de kérdem én, melyik a jobb? Többet kerékpározok 1-2 kilométerrel, vagy balesetveszélyes helyzetekbe kerülök, konfliktusba a közlekedés többi résztvevőiből, amiből ismét mondom, itt nem is az a lényeg, hogy most ki az okozó, vagy ki nem az okozó, mindig a kerékpáros jön ki rosszul, hiszen hogyha ő az okozó, akkor is ő sérül meg elsődlegesen, hogyha ő a részes, akkor is ő sérül meg. És erre szokták mondani, hogy most a kórházi ágyon fekve lehet mondani, hogy már pedig nekem volt elsőbségem, csak hát akkor már nem biztos, hogy jól jön ki belőle. Mennyire fontos, hogy használjuk a védőfelszereléseket? Hát a védőfelszereléseken kívül azért még van jó pár dolog, amit a kerékpárosoknak figyelembe kéne venni. Egyik ilyenek, hogy a kötelező tartozékok. Ugye sokan nem tudják a kerékpárosok közül, hogy az első lámpa mellé első prizma is kell, előre fehér színű, a hátsó lámpa mellé hátsó prizma, illetve előre kettő küllő prizma, ami kötelező. És azt is előírja a jogszabály, hogy ezeknek tiszta időben 150 méter távolságból látszaniuk kell. Tehát nem elég az, hogy felteszünk egy Szent János bogár kinézetű hátsó lámpát, mert az nem sokat ér, és ezzel is tudunk tenni a baleset megelőzéséért, pontosan a sérülés megelőzéséért.
ami összefügg ugye a balesetekkel. A másik pedig ugye a különböző védőfelszerelések, amik még egyelőre ilyen a kerékpáros fejvédő például, ami jelenlegi jogszabály szerint csak lakott területen kívül, ha utas nem szállít és 50 km per óra sebességgel közlekedik, akkor kötelező. Én úgy mondom, hogy aki gyerekekkel közlekedik, ne sajnálja rá a pénzt, hiszen egy kerékpáros, amikor esik, és a feje az aszfalt felé csapódik, akkor onnantól kezdve bármi lehet, és a kerékpáros fejvédő igenis nagyon sokat segít. Ugyanígy ne sajnáljuk a dolgokat, mit tudom én, sárga vagy bármilyen láthatósági mellényre, ami a jelenlegi jogszabály szerint csak lakott területen kívül éjszaka és korlátozott látás viszonyok mellett kötelező, de én úgy gondolom, hogy lakott területen belül, pláne egy ilyen kis szürkületbe vagy alkonyba, amikor korán elindul valaki fölveszik, sokkal előbb észreveszi a gépkocsi vezető, tud reagálni, és ezzel is balesetet tudunk elkerülni. Ezen kívül még számtalan olyan kis eszközök, fényvisszaverők, plusz prizmák léteznek, ugye oldaljelzők, ami a biztonságot nagy mértékben növelik, és ismét mondom, nem az a lényeg, hogy ki az okozó, hanem az, hogy ne sérüljön meg senki. Nagyon sokan szeretnek a Velencei tó környékén bringázni. Előkerülnek ugye ilyenkor a kerékpárok, és a kerékpár utakon való közlekedésre is ugye nagyon oda kell figyelni, főleg ott a strandok környékén. Mi a jellemző, hogy mennyire szoktak balesetek mondjuk ott a Velencei tó partján előfordulni, és mire figyeljenek a biciklisek? Én úgy gondolom, a fő probléma mindig azokon a helyeken van, ahol a kerékpárút és a gyalogos út egy helyre van terelve, illetve ahol a kerékpárúton gyalogosok is feltűnnek. Itt lép be, ugye ez az alapvető dolog, hogy a partnerség. Tehát tudomásul kell venni, hogy én olyan helyen megyek, ahol gyalogosok is lehetnek jogszerűen, akkor igenis figyelni kell rájuk. És itt semmi más nem kell, mint egy kicsit lelassítok, körülnézek, hiszen egy 3 éves kisrác meglátja a strandnak a vizét, nem biztos, hogy azt nézi, hogy most jön-e ott egy kerékpáros, persze ilyenkor a szülők felelőssége is ugye felmerül, hanem megindul, mert pedig ő megindul, és egy leszegett fejjel tekerő kerékpáros ilyen esetben kész életveszélyt tud kialakítani. Ez több helyen is egyébként, ahol egy azon helyre vannak ugye a kerékpárosok és a gyalogosok valamilyen szinten a szabályozás szerint helyezve, ez például ugye a Palotai úton közös kerékpár és gyalogút, és bár ugye a jogszabály leírja, hogy milyen magatartást kell a másikkal szemben viselni, tehát hogy kell a másikkal szemben viselkedni. Én akkor is azt mondom, a józan paraszti rész, a partnerség, és ami borzasztóan hiányzik mostanában, az odafigyelés, a türelem, a tolerancia, mert nagyon sok balesetet, nagyon sok olyan közlekedési eseményt meg lehet előzni azzal, hogy kicsit esetleg azt mondjuk, hogy na jó, inkább várok egy kicsit, megállok, lelassítok, lefékezek, hadd menjen, hadd csinálja. Ez a 2 másodpercen nem múlik semmi. Mi a helyzet azokkal az eszközökkel, amik mondjuk a kerékpárosok figyelmét el tudják vonni? Kerékpáron, 2 kerekű kerékpáron, még forgalmi okból megállva sem szabad. Ez a jogszabályilag le van tiltva, tehát tilos mobi. Tehát menet közben meg különösen álljunk meg, húzódjunk félre, álljunk be egy árnyékos helyre, és akkor jó ízűen telefonáljunk, de a forgalomba semmi, hiszen az rettenetesen elvonja a figyelmünket, mert nem arról van szó, hogy most egy kézzel vezetünk, hiszen máskor is vezetünk egy kézzel, hanem érdemes megnézni, amikor valaki mobiltelefonnal beszél, elkalandozik a tekintete. Másfelé figyel, odafigyel, és mit tudom, egy 30-35-tel haladó kerékpár egy másodperc alatt azért 10 métert megteszám, és hogy a 10 méter alatt bármi történik azon belül, mire észbe kap, már meg is van a baj. Tehát egyrészt a stílus. A fülbedugás, ugye ez a bizonyos felhallgató, ami mostanában a gyalogosok részéről is elég gyakori, ez meg különösen veszélyes, ugyanis a környezeti zajok, bármilyen jármű érkezése, bármilyen jármű fékhangja, akár dudahangja, bármilyen más olyan környezeti zaj, ami a közlekedéssel összefügg, hiszen folyamatos, aki a közlekedésben részt vesz, és nyitott füllel jár, hogy úgy mondjam, az már a zajokból is tud következtetni arról, hogy honnan érkezik valami, milyen sebességgel érkezik valami, és akkor tud reagálni. De hogyha nincsen ilyen,
ha teljesen kivonjuk ezt a elég jelentős faktort az odafigyelésből, a közlekedési zajokból, akkor bizony nagyon könnyen kerülhetünk olyan, hogy mire fölnézünk, már ott is a baj, és akkor nem lehet arra hivatkozni, hogy nem hallottam. Hát persze nem is hallhatta, hiszen be volt dugva a füle. Beszéltünk a biciklisekről, még a motorosokról ejtsünk néhány szót. Mennyire jelentenek ők veszélyt, és mennyire vannak ők veszélyben? Én úgy gondolom, hogy a motorozás mint szezonális közlekedési eszköz, ugye itt azért más a helyzet. Tehát itt azért már nagyobb lóerők vannak, ugye egyrészt ugye gépjármű. A gépjárművek, ugye különösen a sebességek. A fő probléma azzal alakul ki, amikor a motorosok, mint könnyebben és gyorsabban manőverező járművek, egy-egy forgalmi helyzetben a gyorsabb előrejutás érdekében kvázi olyan kicsit rizikósabb előzésbe mennek át, amit nem biztos, hogy a járművezető időben észre, hiszen belenéz a tükörbe, még mögötte van, és mire elkezd egy bizonyos olyan dolgot, ami olyan közlekedési szituációt akar megoldani, ami éppen előtte van, addigra a motoros már oda is ér, és holt térben lévő motorost lehetetlen észrevenni. Ez elsősorban a balra kanyarodásnál, ami nagyon veszélyes dolog, meg mindenféle kanyarodási manővernél. A szemből érkező motoros úgy gondoltam, hogy még beférek előtte, de hát aztán mégsem, mert olyan villám gyorsan odaért. Illetve, ami sokszor mondják, itt érkeznek hozzánk azok, hogy mert itt a sorok között mennek a motorosok, jelzem, ez szabályos, tehát álló, forgalmi okból álló járműsor mellett, vagy között a segéd motorkerékpáros és a motorkerékpáros elmehet, hogyha elegendő hely áll rendelkezésre, és a balra irányt változtatni szándékozó járműt nem zavarja, vagy ide még visszatérünk a kerékpárosokra is, mert ők is előre mehetnek, csak ők nem mehetnek a között, a két álló járműsorok között, hanem jobb oldal, csak jobb oldalról. Tehát itt a piros lámpán álló sor mellett jobbról elmehetnek, ha elegendő hely áll rendelkezésre, illetve az egyéb más tényállások. Ugye ez a jogszabály, ugye ez azt engedi meg, hogy álló sor mellett előre menjenek, azt nem, amikor már megy a sor, és akár záróvonal is átlépve megindulnak előre. Én is akkor azt mondom, hogy természetesen a motorosokon is megvan a felelősség. A szabálykövetés az mindenki számára teljesen mindegy, hogy milyen közlekedésben részről beszélünk, a szabálykövetés az egy alap dolog lenne, de hogyha már egy olyan helyzetbe kerülünk, akkor gondoljanak bele, hogy ők mégiscsak két kerék, ugye? Két tenyérnyi részen tapadnak az aszfalthoz, és ugyanaz, mint a kerékpárosoknál. Lehet, hogy neki van elsőbség, és lehet, hogy neki van olyan helyzet, ami nem kellett, hogy bekövetkezzen, de ugyanúgy kórházi ágyon fekve lehet ezt hajtogatni, nem biztos, hogy szerencsés dolog. A motorosok egyébként a megfelelő védőfelszereléseket, hogyha beszerzik, bukósisaktól kezdve, minden más egyéb, a mai motorokon már ugye világító jelzőberendezések, a szériás, olyan is van egy-kettő, ami komolyabb, mint ami a személyautókon van. A másik, hogy én nem értem azokat a segédmotorkerékpárosokat és motorosok, amikor rövid nadrágba, rövid ujjúinkbe, hát nem tudom. Én úgy gondolom, hogy ilyen esetekben bármi történik, még csak egy picit is elesik, hát az aszfalt az gyakorlatilag az katasztrofális dolgokat tud művelni, és ezekben az esetekben az ilyen védőfelszerelések nagyon-nagyon nagy előnyt élveznek, és nagyon nagy segítséget nyújtanak a motorosoknak. Mayer László hozzátette, a szabályok betartása mellett józan paraszti ésszel, partnerséggel és toleranciával sok közúti balesetet meg lehetne előzni, hiszen néhány másodpercnyi türelem akár életet is menthet. Június 1-én a Velencei tónál minden strand kinyitott, és ahhoz, hogy felhőtlenül lehessen szórakozni a tóparton, vagy akár a vízben, nem árt néhány szabályt betartani, ebben segítenek a vízi rendőrök, akik egyébként június 1-ével megkezdték a hivatalos szolgálatot.
csak úgy siklik a vízen az a motorcsónak, amelyet a rendőrök használnak a fürdőzők biztonsága érdekében. A rendőrök folyamatosan járőröznek a nyári szezonban azért, hogyha szükséges, segíteni tudjanak. Június 1-e van, ez már hivatalosan is a nyár kezdete. Napsütésben nagyjából 32-33 fok van, és a Velencei tó vízhőmérséklete is most már 25-26 fokos. Egyre többen vannak a tóban és a vízparton is, és hogy biztonságban legyünk ezen a nyáron is, így is most is a Gárdonyi Rendőrkapitányság vízi rendőrei vigyáznak ránk. Néhány évvel ezelőtt egy szezonban még a 100-at sem ért el a vízből mentések száma, tavaly azonban már 130-nál is többször kellett segíteniük az egyenruhásoknak, a bajba jutott úszóknak és sportolóknak, mondja a Gárdonyi Közlekedés Rendészeti Osztályvezető. Bodó Miklós hozzátette, a legtöbb eset egy kis odafigyeléssel megelőzhető. Megjött a jó idő, kinyitottak a strandok, szolgálatba álltak a vízirendőrök. Napi szolgáltatásuk során folyamatosan ellenőrzik a Velencei tó vízterületét, ellenőrzései kiterjednek a strandoknak a területére is. Mit jelent ez a hétköznapokban, mire kell ilyenkor figyelniük jobban a rendőröknek, illetve a vízirendőröknek is? Illetve nagyon korán kezdődött a jó idő, sokan fürödtek már akár egy hónappal ezelőtt is a tóban. Történt-e olyan eset, amikor szükség volt a segítségre? Szerencsére 2018-ban ilyen esemény még nem volt, amikor rendőröknek be kellett volna avatkozniuk. Feladtuk általában az életmentés és a vízben tartózkodás szabályának az ellenőrzése. Melyek ezek a szabályok, amiket mindenképpen be kell tartani? Legfontosabb, hogy akkor menjünk mély vízbe, hogyha úszni tudunk, illetve biztonsággal tudunk a vízben tartózkodni. Gyerekeinket ne hagyjuk felügyelet nélkül a vízparton, illetve tartsuk azokat az alapvető szabályokat, amik a viharjelzésre vonatkoznak. Tehát másodfokú viharjelzésben tilos a vízben tartózkodni, elsőfokú viharjelzés idején pedig csak maximum 500 méterre lehet eltávozni a parttól. Milyen időintervallumban kérhetők a vízirendőrök segítséget nyújtani, illetve mivel látják el a szolgálatukat? Rendelkezésre álló 3 darab szolgálati kisgéphajóval látnak el szolgáltat a Velencei tavon. Minden napon 10 óra és 22 óra között vannak szolgálatban, illetve a köztes időszakban pedig készleti szolgálatot látnak el, így a riasztásokra bármikor tudunk reagálni. Mitől speciális az ő feladatuk? Mennyire ismerik a tavat, az időjárást, és hogyan tudnak a bajba jutott emberek, illetve eszközök mentésére fordítani az energiájukat? Azt gondolom, a rendőrségen belül is egy teljesen speciális terület a vízirendészet. Külön képességek kellene erre, hogy ezeket a feladatokat el tudják látni. Nagyon nagy ismeret kell a tóval kapcsolatban, a szélirányokkal, a vízzel, a viharokkal, és nyilván a mentéssel kapcsolatban, hiszen emberéletekről van szó. Mennyire gyakran fordul elő egyébként az idegenforgalmi szezonban, hogy szükség van a vízirendőrök segítségére? Tavaly évben 130 eset fölött volt a biztonsági intézkedés száma, ez gyakorlatilag minden eset a vízből mentés jelentett, úgyhogy azt gondolom, hogy elég rendesen látnak minket a fürdőzők feladatokkal. Szerencsére minden esetben időbe érkezett a segítség. Felelőtlenség, ami a fürdőzők részéről észlelhető, vagy csak szimplán nagyon hirtelen jön adott esetben egy vihar, mi a tapasztalat, hogy miért fordulhat elő, hogy egymaguk nem tudnak a vízből kijönni? A Velencei tónál mind a kettő eset azt gondolom, hogy teljesen jellemző, hiszen nagyon hirtelen jön a vihar, nagyon nagy széllökésekkel, és az délről jön, akkor besodorja a fürdőzőket az eszközökkel, a vízibiciklivel a nádasba. Innentől már kijönni nem nagyon tudnak, csak rendőri segítséggel, és hát minden évben, amikor mérjük ezeket a számokat, minden évben magasabb a biztonsági intézkedéseinek a száma, tehát ezzel kapcsolatos felelősség azt gondolom, hogy nem növekszik. Mi az, amit feltétlenül tartsunk be, amikor a strandra jövünk, akár családostól, akár egyedül, akár használunk vízi eszközt, akár nem? Tehát milyen dolgokra figyeljünk, hogy ne történjen velünk baj? Azt gondolom, hogy elsődleges a biztonságos ideérkezés, hiszen itt a tó környékén rendkívül megnövekszik a forgalom a turisztika idényben. Lelassul a forgalom sok jármű az utakon, itt türelem kell a járművezetőknek is, hogy biztonságba ideérjenek. Strandra csak olyan dolgokat vigyünk, amit biztonsággal meg is tudunk őrizni, és ne hagyjuk értékeinket őrizetlenül a parton, hiszen ezeket esetleg eltulajdonítják tőlünk. Jármű utasterébe is csak olyan dolgokat hagyjunk, ami nem látható helyen van, ne érjen minket esetleg járműfelte, és ne legyünk áldozatok ezzel. A vízben tartózkodás pedig a gyerekeknek a fontossága, tehát mindig figyeljünk a gyerekeinkre, őket ne engedjük el egyedül, mindig felügyelet tartsuk őket, és úszni tudó menjen csak be a vízbe, illetve ne lépjük át azt a határt, amikor már esetleg nem tudunk kijönni a vízből, mert a segítség, ha nem érkezik időbe, abból komoly kockázat van, és nagyon baj lett belőle. Hogyan készül fel a rendőrség az idegenforgalmi szezonra túl azon, hogy a vízirendőrök szolgálatba állnak, akár közlekedésrendészet tekintetében, akár bűnmegelőzés tekintetében, milyen feladatok, többletfeladatok hárulnak itt a Gárdonyi Rendőrkapitányság munkatársaira ilyenkor?
Ilyen közlekedés körében folyamatos ellenőrzéseket tartunk, minden péntek és a hétvégi napokon fokozottabb a rendőri jelenlét. A turisztikai szezonban pedig a bűnmegelés általánosságban és a közlekedés rendészeti falatok általánosságban kezelése érdekében készleti rendőrök fognak érkezni, és segítik a Gárdonyi Rendőrkapitányság megnövekedett munkáját. A közlekedési osztályvezető szerint a nyugodt strandolás legfontosabb alappillére a viharjelzésre való odafigyelés. Első fokban a parttól 500 méteren belül szabad csak a vízben lenni, másodfokban pedig tilos. Kedves nézőink, ez volt a Kéklámpások a köztérben júniusban, legközelebb egy hónap múlva találkozunk, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!